Igen. Sziasztok, Matilda vagyok, és a Harry Potter hónap második hetéhez érkeztünk, úgyhogy a mai videóban megmutatom, hogy én hogyan készítettem magamnak házilag varázspálcát. A varázspálca készítéshez szükségünk lesz egy ragasztópisztolyra, evőpálcikára, akrilfestékre és ecsetre. Igazából ennyi minden kell csak egy varázspálcához. Meg én még annyit szoktam, hogy bejelölöm rajta ceruzával, hogy kb. Meddig legyen a markolat. Kb. Egy kéne. Igazából technikája, nem tudom, hogy pontosan mi lenne. Én igazából csak így föl szoktam rá vinni a ragasztót, aztán lesz belőle valami. Úgyhogy most is ezt fogom csinálni. És hát először így ilyen, hát most körkörösen csinálom, egyébként így a párhuzamosan szoktam. Majd amikor megszárad a ragasztó, akkor lehet festeni. Most várni kell egy kicsit, hogy száradjon, hogy utána megint így végig lehessen menni a nyélen, és ahol esetleg kimaradtak egy kisebb részek, azokat lefedni. Jó, hát nagyjából megszáradt. Egyébként ilyenkor még kicsit lehet rajta javítani, hogyha valahol elrontottuk, mert ilyenkor még a ragasztó kicsit képlékeny. És akkor most azt fogom csinálni, hogy itt lehet látni, hogy itt a tetejénél így elég ilyen csúnyácska, úgyhogy ott lehet rajta még javítani. Egyébként, hogyha valaki nagyon ügyes, akkor lehet bele ilyen mintákat is vinni, hogy különlegesebb legyen. Na, hát most éppen így néz ki. Még a teteje szárad, aztán majd az is ilyen fehér lesz, és akkor utána le lehet festeni, hogy egységes színű legyen. Most már megszáradt a ragasztó, úgyhogy lehet festeni. Nekem ilyen barna színű akril festékem van, én ezt használom. Egyébként utána le is lehetne akár fújni sprével, hogy fényesebb legyen, de nekem elég csak a lefestett változat. A nyelénél előfordulhat, hogy többször kell lefesteni, mert nekem valamikor szokott olyan lenni, hogy átlátszik. De olyan két kenés után egyébként már jó lesz. Na, most talán megszáradt a festés, remélhetőleg nem fog hozzám tapadni, és akkor most be tudom festeni a tetejét. És hogyha megszárad, akkor már használható is a varázspálca, de kiskorúaknak nem szabad otthon varázsolni. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó, és most már mindenki tud otthon a saját varázspálcájával szaladgálni. Ha csináltok házilag varázspálcát, nyugodtan taggeljetek be Instagramon, a linket megtaláljátok hozzá a fiókomhoz a leírásban, és szívesen megnézném, hogy mit alkottatok.
Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. És a csíny letudva.